Ti ricordi più i nostri 15 anni? Sulla strada della scuola ci si incontrava. E parlando del più e del meno dei nostri affanni, con la radio sull'orecchio si sentì. Sajnos még először vagyom, Dávió György. Az Újvárinél Marika a közelmúltban eltávozott kövőjön. Valószínű nagyon sokan ismertétek. Egy csodálatos asszony volt. Gondolom egy csodálatos vezető, emberke is, ha jól tudom, vezetőségi tag volt. A kultúrában otthon volt, és ahol ő megjelent, ott mindenkinek jó kedve támadt, hiszen gondolom a génjeiben volt, hogy ő rögtön táncolt, vidám volt, mosolygott, tehát sajnos elszólították tőlünk. Megkérlek benneteket, hogy egy perces néma felállással szeretném a klubvezetőket kérni, valószínű már mindenütt elkészítettétek a munkatervet, gondolom mindenki munkaterv szerint működik, éves munkaterv szerint. Amennyiben még nem készítettétek, hogy próbáljátok hamar összehozni és elküldeni az elnökségben, mert azok alapján tudjuk mi is a dolgainkat összeállítani, és reméljük, hogy akkor nem lesz olyan kulturális megmozdulás, hogy egy helyen, vagyis több helyen van egyszerre rendezvény, és szeretnénk persze mindenütt ott lenni. Tehát kérlek benneteket, hogy próbáljátok hamar összeállítani és elküldeni. Hamarosan fog az Országos Szövetségtől biztos jönni a körlevél, amiben jön a tájékoztatás, és tudjátok, most már 2 vagy 3 éve Balatonfüreden tavasztal és ősztel megrendeljük a fesztivált, és kiküldjük hamarosan. Nem hozzám, ott egyből az Országos Szövetségbe kell majd jelentkezni. Ha úgy gondoljátok, hogy van olyan kulturális műsorotok, ami egy ilyen magasabb szinten hely tud állni, akkor kérlek, hogy jelentkezzetek. Igaz, hogy ennek anyagi vonzata is van, mert ez 2 éjszakás, 3 nap, és hát azért remolcsol, szálloda meg az étkezés minden, de ha lehet, akkor próbáljátok egy kicsit kiszorítani, és ha tudtok, küldjetek csoportot. Én azt gondolom, hogy nem kell külön a Tápió mentéről beszélni, hiszen itt vagyunk együtt, látjátok, és ez évente 3-4-szer megtörténik az ilyen tanácskodás.
ami nem minden megyére, illetve nem minden területre jellemző. Ez köszönhető, hogy ilyen klassz területvezetőnk van, mint a Dani, és én biztos vagyok benne, hogy Pest megyében kevés ilyen megmozdulás van. Biztosan ti is a klubvezetőnk is segítitek a munkáját, és kérlek továbbra is benneteket, adjuk neki a támaszt fizikailag is, meg ötletekkel, és még ezt csak színesebbé fogja még valószínű tenni. Én nagyon megköszönöm az elnöknek, hogy az idén lehetőséget talált arra, vagyis a múlt évben, hogy megrendeztük az idősebb világnapját. De vannak közöttetek, akik már voltak egy-egy ilyen rendezvényen, egy pár évig... hol is szoktunk menni Pestre? Elfelejtettem, hát itt is van egy kis, hogy nem a lányban, amely megélje el. Ami fontos, az nem marad meg bennem, de hülyeség jobban megmarad. És ez fontos, és ez nem marad meg bennem. Oda jártunk, egy pár évig megrendezték, és nem találtuk túl színvonalasnak. Ez tavaly Vácon került megrendezésre, hiszen ezt nem kell külön bemutatni, ott voltak a klubvezetők. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jól szervezett rendezvény volt, ami elsősorban az elnökünknek köszönhető, hiszen neki az a dolga, hogy nekünk kiadja a feladatot, és a ránk bízott feladatot mi hajtsuk végre, és én azt gondolom, hogy sokat segítettünk abban, hogy ez ilyen legyen. Reméljük, hogy az idén tanálunk legalább ilyen színvonalas, vagy ha valami problémák adottak, mert hiszen mindig az ember újabb és újabb dolgokat tanul, akkor azt még próbáljuk csiszolgatni. Tehát azért kérlek, hogyha lehet, próbáljunk majd helyet találni ennek a rendezvénynek. Persze mutatja Gábor, hogy a pénz, igen, nagyon sok múlik a pénzem, de én azt szoktam mondani, hogy nálunk is azt mondtam a képviselő uraknak, hogy nagyon fontos persze a pénz, hiszen látjátok, hogy egyre kevesebb támogatást kapunk. Ez Sűsámra is jellemző. Természetesen megértjük, hiszen válság van, még fontosabb dolgokra sincs pénz, de én azt gondolom, hogy nem mindig a pénzen múlik. Szervezés dolga. És össze kell tartani, és bizony lehet semmiből is várat csinálni. Mi is most már 6-szorra megrendeztük a régiói találkozót, és én ehhez szeretnék is ragaszkodni, és remélem, hogy meg is tudjuk csinálni. Tavaly például semmi pénzt nem kaptunk rá külön, és aki ott volt, az mindenki tudja, hogy jól sikerült, mindenki jól érezte magát. Tehát én azt mondom, hogy nem mindig a pénz dominál. Most itt szeretném elmondani, hogy az idén is megrendezzük ezt a régiói találkozót, annál is inkább, hogy tényleg ez a tárgyalomant, ez egy csodálatos rész, és szoktam mondani, hogy büszke vagyok, hogy Tápió mentén születtem, és örülök, hogy mi meg tudjuk ezt a találkozót szervezni, és itt szeretném nektek elmondani, hogy ez most egy picit később lesz, augusztus 3-án fogjuk megrendezni. Kérlek benneteket, hogy aki tud, hiszen én tudnék 1000 csoportot hozni, mert az ország különböző részein vannak kapcsolataim, de ha ez a találkozót Tápió ment ki, akkor ez szóljon rólunk Tápió mentéről, és nem az ország különböző részeiről. Tehát vannak baráti kapcsolatok, de elsősorban azt szeretném, ha ti a Tápió mentéről minél többen részt vennétek. Tavaly volt egy kis összeütközés, ugye nálunk van a pávakör is, és hát több csoportot meghív a Piroska, és azok közül hát nem jöttek el hozzánk, és hallottam olyan hangokat, hogy egy Sűsámból nemrég voltunk. Ezt is próbáltuk kiküszöbölni, most Piroskáéknál sokkal előbb lesz, tehát augusztus 3-án, és megkérlek benneteket, hogy meg fogom küldeni a meghívót, és ha lehet, akkor gyertek el. Jó, és tényleg mi Tápió mentén tartsunk össze.
és legyünk büszkék, hogy ennek a gyönyörű régiónak a lakossági vagyunk. Én megköszönöm a figyelmeteket, most a nem jutott eszembe, de ha még lehet,